A vizsgálat során kiderült, hogy a gyár egyik silójában történt balesetért a munkaadót nem terheli felelősség. Megállapítottuk, hogy az alkalmazottak nem tartották magukat a biztonsági szabályzathoz, és tiltott helyiségbe mentek be. Nem tartották be a munkaadó által előírt biztonsági intézkedéseket sem, amelyekről értesítették őket. A balesetért tehát a munkaadó nem vonható felelősségre. Emlékeztetőként elmondjuk, hogy 10 nappal ezelőtt a munkások azzal próbálkoztak, hogy megállítsák a napraforgó kiszóródását a tárolóból, és ennek során nagy mennyiségű termény zúdult alá, maga alá temetve az egyik munkást. A Diamant Olajgyár hivatalos nyilatkozatot nem adott ki.